Hatalmas harc folyt minden egyes labdáért Pakson az Asse sportcsarnokban, ahol az óvodás korosztálynak rendezték meg a Blatt Pál emléklabdarúgó tornát, mely a sárga, fekete csikos, kalocsai, méhecskék sikerét hozta. A sárga meze szekszárdi UFC labdarúgó palántái a második helyen végeztek a tornán, mindössze egy ponttal lemaradva az első mögött. Először is köszönjük szépen az atomerőmű esélynek a meghívást erre a tornára. Sajnos itt a koronavírus okozta járványügyi helyzetre tekintettel elég kevés lehetőségük van a gyerekeknek ilyen tornákon részt venni. Nekünk ez volt az első. Látszott is a gyerekeken az első mérkőzésen, hogy kicsit megilletődötten fociztak, de amúgy teljesen nagyon ügyesek voltak, nagyon jól játszottak. Nagyon fontos az ilyen sportbaráti kapcsolatoknak az ápolása, valamint a gyerekeknek, hogy mérkőzéseken tudjanak részt venni, hiszen ezekben nagyon sokat tudnak fejlődni. Mi heti két edzéssel készülünk fel U7-es korosztályban, jelenleg télen teremben edzünk, tavasszal pedig megyünk ki. Természetesen az U7 szabályait betartva olyan taktikai és technikai utasításokat adtam nekik, hogy minél többet, minél bátrabban vezessenek a labdát, bátran cselezzenek, úgyhogy itt a legfontosabb azt gondolom az, hogy a gyerekek jól érezték magukat, bár most az utolsó meccset lejátszva sajnos kikaptunk a Kalocsát a 2-1-re, és most van egy kis pityergés, de azt gondolom, hogyha a torna összességét nézem, akkor mosolygós gyerekeket fogok hazavinni Szekszárdra, és ez a legfontosabb. A torna bronzérmese a Paksi FC lett, a házigazda Ase a negyedik helyen zárt. A torna válogatottjába bekerült a PFC-s Barta László, az Asés Pletenyik Péter, a Kalocsai Tamási Zétény és a Szekszárdi Zádori Botond. A paksi csapatok legjobbja volt Szeip Dániel és Nagy Vencel. Az idei Blatt Pál emléktorna az egy kicsit furcsa, ugye tavaly sajnos a pandémiai helyzet miatt elmaradt, úgyhogy idén úgy írtuk ki a Blatt Pál teremtornát, hogy ez a 7.-8. Blatt Pál teremlabdarúgó torna. 6 csapat részvételével zajlik a torna, körmérkőzéses rendszerben. A házigazda atomerőműese mellett a Paksi FC, a Luabaja, a Mohácsi torna egylet, a Kalocsai Méhecskék, illetve a Paksi FC vesz részt a tornákon. Körmérkőzéses rendszerben zajlik, egyszer 12 perc, ugye óvis korosztályról beszélünk, 3-3 ellen zajlik a játék. Hát a mai nap óriási küzdelmet hozott Millennium 2000 foci csapat alapítványért Hornyák László, illetve az Atomerőmű Sport Egyesület támogatta a mai tornát. Ezúttal nagyon nagy köszönet a torna támogatóknak, hisz nagyon jó díjak kerülnek majd átadásra. Minden gyerek kap érmet, úgy gondolom ebben a korosztályban nagyon fontos az, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, illetve nekünk edzőknek az, hogy mi ezt a gyönyörű sportágat, ezt a labdarúgást megszeretessük a gyerekekkel. Amilyen küzdelem zajlik, azt is bizonyítja, hogy a gólkirályi címért a házigazda atomerőműese játékos a Reiher Dávid 8 góllal, és a kalocsai játékos is 8 góllal terhelt az ellenfél hálóit. Úgyhogy most büntetőrugások fogják eldönteni azt, hogy ki lesz a végső gólkirály. A gólkirályi elsőségért a büntető párharc is nagy izgalmat hozott. Végül Reihert Dávid érdemelte ki a torna gólkirálya címet.